Karádi Katalin 1950-ben Kecskeméten egy művelődési házban lépett fel utoljára emigrációja előtt. Ezt a magyar kultúrtörténet egyik legsötétebb és legtragikusabb estéjét idézi meg a Szabadkai Népszínház Karádiról szóló előadása. A két világháború közti magyar filmgyártás díváját, az első igazi magyar sztárt a vidéki közönség kifütyülte, sörös üvegekkel dobálta meg. A darab azt járja végig, hogy hogyan jutott idáig a művésznő, és miért kellett végül mindent feladva elmenekülnie a hazájából. Miért van az, hogy az ember a saját hazájában nem érzi jól magát, és csomagolni kényszerül? És tulajdonképpen az előadás azt a pillanatot, elnyújtva ugyan, de azt a pillanatot, vagy azt a pillanat sorozatot mutatja be és taglalja, hogy mik voltak azok az események, mint amikor az ember leül és átgondolja az életét, és meghoz egy döntést, mik voltak azok az események, lelki vívódások, szerelmek, vágyak, csalódások, szakmai sikerek, sok minden van az ember életében, amik egyszer csak oda juttatják az embert, hogy fölkelek, összecsomagolok, és holnaptól máshova helyezem át a gyökereimet. Kalmár Zsuzsának nem kell rájátszania a szerepre. Ritka, hogy egy művész ennyire azonosulni tudjon a színpadi karakterével. Nagyon sok közös vonást fedeztem fel benne és magamban. Pontosan ez, hogy a szíve szerint cselekedett mindig, ahogy el is mondja. És hogy aztán a következmények pedig nem visszaigazolták azt, hogy ezt jól tette, és ez a mai világban is így van. Tehát az ember a szíve szerint mond valamit, vagy tesz valamit, és aztán a világ ezt egészen másképpen tudja, éppen az adott helyzethez függően tudja ezt a világ interpretálni, ugye, ahogy neki megfelel. Kucsera Géza inkább a háttérben zeneszerzőként működik közre a Népszínház produkcióiban, most hitelesen formálja meg a lelki barát, a zongorista alakját. Így, ahogy vagyok, és jobb